Sziasztok srácok! Végre az Epic Games hivatalossá tette a Kid Leroy koncertet, így most már tudjuk, hogy mikor lesz, sőt még azt is tudjuk, hogy mikor lesz a Cup, illetve milyen dolgok fognak jönni az Item Shopba. Kettő skint fogunk kapni az Item Shopban, először is lesz egy ilyen sima verzió, aminek lesz egy ilyen stílusa, amivel avatárszerű kék színe lesz a srácnak, és egy ilyen chips backblingje lesz. A másik skin kicsikét vagányabb, itt lehet látni a backblingét is, ami egy kard lesz, amit ugye elő tud húzni csákányként, illetve ott egy wrap is. A skineken kívül érkezni fog még két emote is, és egy lobby zene is. Kiderült még az is, hogy amit kilikeltek emote, az sajnos nem fog érkezni az Item Shopba, szóval ezek szerint ez az emote csak is a koncerten lesz elérhető. Ilyenkor mondjuk nem is értem az Epic Games-et, hiszen csinálnak egy emote-ot, amit nem is lehet utána már többet használni, elég érdekes. Természetesen a koncert sem maradhat el, a Wild Dreams nevezetű koncert egy hétig fog tartani, de sajnos csak kreatívban lesz. A koncert most pénteken, 27-én fog kezdődni, és egy héten keresztül tudjátok megnézni, ha esetleg valaki lemaradna róla, ugyanis február 3-ig folyamatosan van koncert. A koncerten kívül jönni fognak még challenge-ek is, amivel XP-t, két lobby zenét, két graffitit és egy nagyon menő töltőképernyőt lehet szerezni. Végre ismételten lesz skin cap, ami már holnap el fog kezdődni, és jó pár nappal hamarabb meg tudjátok szerezni a skint. A Kid Leroy Cup holnap fog kezdődni, este 7-től egészen este 10-ig, és ez egy Zero Build Duo Cup lesz. Ha a bajnokságon sikerül benne lenni a top 1350-be, akkor nem csak egy skint, hanem két skint is kaptok, mind a két Kid Leroy skint meg tudjátok szerezni. Viszont ha ez nem sikerül, de legalább szereztek 8 pontot, akkor egy emotikon és egy bannerikon lesz a jutalmatok. Szóval srácok, a koncert pénteken lesz, az Item Shopba a skinek pénteken kerülnek be, a bajnokság pedig holnap lesz. Ha vásároltok bármit az Item Shopba, használjátok a Super Creator kódomat, ami nem más, mint Ghost in Rider. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod. Én viszont srácok, mára mentem, én Ghost in Rider voltam, sziasztok!